Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen az alkalmon úgy gondolta, hogy szeretne részt venni. Trianon egy fájópont az életünkben, helyesebben nem is a mi életünkben, hazánk életében. De kell, hogy emlékezzünk. Ezeken az alkalmokon az emlékezést nem kezdhetjük mással, mint azzal, hogy legszentebb énekünket, ami gyönyörű himnuszunkat közösen elénekeljük. Tisztelettel felkérem Gutta László polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Hölgyeim és uraim! Kedves emlékező közösség! Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik eljöttek, hogy megemlékezzünk a vesztes világháborút követően Magyarországra kényszerített trianoni békediktátumról, amely feldarabolta hazánkat és nemzetünket. Külön köszöntöm dr. Kon Zsófiát, választóközvetünk országgyűlési képviselőjét, az Energetikai Minisztérium miniszterhelyettesét. Tragédiára emlékezni kell, s a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megerősíteni a világ magyarságának az egységét. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. Már csak a legidősebbek és a történelmet kedvelők ismerik az előbb elhangzott magyar hiszek egyet, amely a trianoni békediktátum után minden magyar szívű ember nemzeti imája lett. Közben sok víz lefolyt a közeli Tiszán, megéltük a revizionista politika sikerét, a terület visszacsatolásokat, a vesztes világháborút és az újabb országcsonkítást. Az elmúlt évszázad tapasztalataiból le kell vonni a konzekvenciát, tudomásul venni a történelmi realitásokat, ami nem jelenti a feladást. Határoktól függetlenül összetartozik, egy testet képez a magyar nemzet. Hinni kell Magyarországban,
Nekünk, a magyar nemzet tagjainak hinnünk kell benne, hiszen ez tartja fenn a hazát. Más nem fog hinni helyettünk benne. Nem fog az érdekében cselekedni. Mint Oliver Cromwell, angol államférfi mondta, bízzál Istenben, és tart szárazon a puskaport. Az Euróatlanti Szövetség által biztosított erős, közös védelmének köszönhetően a szomszédban dúló háború ellenére, szerencsére nincs szükségünk a puskaporra. Elődeinkkel ellentétben elmondhatjuk, hogy végre a jó oldalon állunk. Nem a győztes oldalon, mert reményeink szerint sosem kell kipróbálni a szövetség védelmi képességét, hanem a jóén, amely erőt mutatva már a próbálkozástól is elrettenti az agresszorok kedvét is egy esetleges támadástól. A közös védelmi képességhez azonban nekünk is hozzá kell tennünk a saját részünket. Ez egybeesik nemzeti törekvéseinkkel, olyan honvédség fenntartásával, amely garantálja szuverenitásunkat és eleget tud tenni szövetségesi kötelezettségeinknek. Vissza kell állítani a magyar honvéd társadalmi megbecsültségét, hiszen ezek a fiúk, lányok, mint a nevükben, ebben a szép szóban is benne foglaltatik, értünk vannak, a honvédik. Nem követhetünk el még egyszer olyan történelmi hibát, mint annak idején a megbékélést az önfeladással összetévesztő Károlyi kormány. Ez a hibás, már-már azzal árulást felvető hozzáállás jelentős részben felelős a később történtekért. Amikor a korabeli híradások szerint néhány ezer rosszul felszerelt, megtépázott önbizalmú, korábban többször megvert, térdre kényszerített román katona puskalövés nélkül átkelt a Kárpátokon, s napról napra erősödve meghódította Erdélyt. A felvidéket is gyakorlatilag puskalövés nélkül feladták, akárcsak a délvidéket, az ott élő több millió nemzettársunkkal együtt. Ez több mint hiba, bűn volt. A nemzetek, nemzetiségek Wilson elnök által megfogalmazott önrendelkezése nem csak a magyar királyság nemzeti kisebbségeit, hanem a többségi magyarságot is megillette volna. Ennek kikényszerítéséhez szükség lett volna katonákra, nemzeti hadseregre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tekintsük követendő példának a március ifjakat, akik már a 12 pontban kimondták, legyen nemzeti őrsereg, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, hiszen együtt jár az erő és a jog. A honvédség 1848-ban és most is a nemzetet szolgálja. Szuverenitásunk lett téteményese, ne feledjük, hogy a szomszédos szövetségeseink, sőt, még a semleges Ausztria is jelentős haderőt tart fenn. A függetlenségnek ára van. Ezt az árat meg kell fizetni, ha nem akarunk még egyszer úgy járni a történelem során, mint 1919-20-ban. Tisztelet és megbecsülés jár azoknak a férfiaknak és nőknek, akik hivatásos katonaként ezt a nehéz, de szép hivatást, életpályát választják. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik most is szolgálatot teljesítenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1920. június 4-e a trianoni békediktátum csupa fekete betűvel került be a magyar történelembe. Sosem szabad elfelejtenünk, ami ott történt. Nem engedhetjük meg, hogy még egyszer rólunk döntsenek nélkülünk. A trianoni békeszerződés nem csupán kiváltó oka volt a magyarság 20. századi hányattatásainak, hanem következménye is valaminek. Következménye a magyarság demográfiai értelemben vett töpörödésének, fogyásának, gyengülésének. A határokat szerződések csinálják, és szerződések mossák el, írja Németh László. De hogy egy népcsoport van, vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és hagyományaiban, az az élet alapténye. A népnek, mely elfogyott, szerződések sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bő természet terjeszkedik, a szerződések sem tudhatnak ki az országból. Trianon tehát nem ok, hanem következmény. Következménye az önmagunkba vetett hit,
bizalom elveszítésének, annak, hogy elfelejtettük a küldetésünket, mert meggyőződésem, hogy nekünk, magyaroknak különleges feladatunk van itt, a Kárpát-medencében, rokonok nélkül, egymagunkban a szláv és a germán tengerben. A Kárpát-medence magyarságának nem csak a múltja, hanem a problémái is közösek, és a jövő sem képzelhető el másként, csak együtt mind a 15 millió magyar. Ehhez azonban nem elég ölbetett kézzel várakozni, nem elég az Európai Unióra hagyatkozni, hanem tenni is kell érte. Senki sem fogja helyettünk újjászülni a bennünket egy nemzeti összekötő szálakat, amelyeket a történelem több mint 100 esztendővel ezelőtt átvágott. Senkit sem véd meg minket, ha mi magunkat nem tudjuk megvédeni. Senki nem emel fel bennünket, ha mi magunk nem szedjük össze minden erőnket, és nem emeljük fel önmagunkat. Senkinek sem kellünk, ha magunknak sem kellünk. Ez Trianon talán legfontosabb, és a mai napig kellően meg nem fontolt tanulsága. Azonban június 4-e nem csak a gyásznapja, hanem a nemzeti összetartozásé is. Megtanultuk a leckét. Minden becsületes magyar ember összefogására szükség van határon innen és határon túl. Lélekben egy nemzet vagyunk, együtt dobban a szívünk, éljünk akár Tarcalon, Szerencsen, Kolozsváron vagy Kassán. Így győzhetjük le, amit Trianonban ránk mértek a nagyhatalmat. Kölcsét idézve, nemzeti fény a cél, hogy elért, ford egybe magyar nép. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja Tarcalt, Isten áldja a világ valamennyi magyarját. Most pedig felkérem dr. Kontz Zsófia miniszter helyettes asszonyt, hogy tartsa meg megemlékező beszédét. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt Tarcalon a mai nap. Külön szeretettel köszöntöm polgármester urat, parókus urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, és természetesen minden kedves vendéget, fellépőt. Trianon és a trianoni megemlékezések azt gondolom, hogy mindig egy különleges és fájó, és egyben nagyon-nagyon sok olyan következtetést magukkal hordozó eseményt jelentenek, azt gondolom, a magyarság számára, amit ki kell ilyenkor beszélni. Végig kell mondani, hogy mi az, amiből mi tudunk építkezni. Mert ahogy polgármester utalt rá, ez egyrészt ugye egy fájó pont, de azért a nemzeti összetartozásnak is egyértelműen az ékes bizonyítéka. És talán Juhász Gyulának a gondolataival szeretném kezdeni, aki ugye úgy fogalmaz, hogy nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Ő így fogalmaz, és gyakorlatilag, hogyha végig gondoljuk, hogy mi történt, akkor eszünkbe jut Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Őrség, Muravidék, ezek a területek. És tudjuk azt, hogy egy döntésnek a következtében ezek a területek teljesen más országok irányítása alá kerültek. Ez egy komoly dolog, és itt bizonyos tényeket ilyenkor az ember végig gondol, és innen tudunk majd hova építkezni. Ebben a trianoni békediktátumban megfogalmazták azt, hogy 191.735 négyzetkilométert elcsatolnak Magyarországtól, és 93.000 négyzetkilométer marad itt. Több mint 10 millió lakos csatoltak el tőlünk, ez több, mint ahányan ma itt maradtunk az új országban. 4.241 gyárból elvettek 2.166-ot. Magyarország elvesztette 92 városát, út és csatorna hálózatának 80%-át innen kellett építkeznünk. Elvették az összes só, ezüst és aranybányánkat, hazánk rész mangán és higanykészlet nélkül maradt. Idegen kézbe kerültek az olajkútjaink, fenyőerdeink 97%-a, lombhulló erdeink 85%-a, tölgyeseink 68%-a,
Magyarország nemzeti vagyona az 1914 előttinek a 38%-ára zsugorodott. Ez történt 1920. június 4-én, és azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor a trianoni megemlékezés alkalmából végigvetjük azokat a időszakokat, hogy mit élt át a magyarság, akkor arra gondolunk, hogy először is emlékeznünk kell, valamelyest a tisztelet és a remény is az, ami szerintem mindannyiunkban megfogalmazódik. Emlékeznünk kell egyrészt arra, hogy nagyon-nagyon sok családot, területet elszakítottak egymástól. Biztos vagyok hogy benne, hogy az itt ülőknek is van a családjukba, ismeretségi körükbe, barátaik között olyan, akik ma a határon túl élnek. Nekünk is a családunk felvidéken maradt egy része, és a szüleim határon, a határ ezen oldalán, de ott teljesen a határ széléről származnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak ilyen kapcsolódásai, és ilyenkor emlékeznünk rá arra 100 évre, hogy egy ilyen dolog történt, és ez azért mennyi fájdalmat okozhatott családoknak. De tisztelet is meg kell, hogy fogalmazódjon bennünk, mégpedig azért, mert a határon túli magyarság gyakorlatilag napról napra döntést hoz amellett, hogy megtartsák a magyarságukat, amikor eldöntik, hogy milyen rádiót hallgatnak, televíziót, milyen nyelven olvasnak újságot, milyen iskolába iratják a gyerekeiket. És ezt nekünk tisztelnünk kell innen az anyaországból, hiszen ők tényleg minden nap megélik a magyarságukat. Viszont azért a reményt is hordozza, itt 103 évvel később azt tudjuk mondani, hogy a Kárpát-medencén belül mi magyarok itt vagyunk, a határon túli magyarokkal együtt, azt gondolom, hogy egy hihetetlenül erős nemzet vagyunk, és ez mindenféle szempontból reményre kell, hogy okot adjon. És ugye 2010 óta nem véletlenül, és az a sok-sok fájó pont ellenére, ez mégiscsak a Nemzeti Összetartozás napja. Ez pont azért van, mert ez a remény, hogy mi magyarok valahogy, meg nem tudom, hogy lehet ez, de a mi történelmünk során mindig sikerült valahogy olyan döntések sorozatát meghozni, valahogy mindig arra késztette ezt a magyar szívet, hogy itt maradjunk, és amikor nagyon nehéz volt, és nagy volt a nemzetközi nyomás, más népek egészen más gondoltak a mi történelmi jövőnkről, mi akkor is itt meg tudtunk maradni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog. De hogyha a nemzeti összetartozásról beszélünk, akkor ma a legfontosabb kérdés ebben az ügyben, hogy mi történik ma a határon túli magyarsággal, és azt gondolom, hogy a kárpátai magyarságról kell, hogy most ezen a napon beszéljünk. Ugye a szomszédunkban háború tört ki, és azt kell, hogy mondjuk, hogy itt nem csak ukránok és oroszok halnak meg, nagyon sok magyar ember hal meg ebben a háborúban, és több mint 1 millió ember már meghalt ebben a háborúban. Ez egy hihetetlen szám, és tényleg itt van a szomszédunkban, és köztük magyar emberek is meghalnak. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy mi tényleg ennyire szeretnénk, ennyire ragaszkodunk ehhez a békéhez. Tényleg azt szeretnénk, hogy legyen azonnali tűzszünet, azt szeretnénk, hogy legyenek béketárgyalások, és minden körülmények között szerintem nekünk, akiknek felelősnek kell lenni a kárpátaljai magyarságért is, csak ezt az álláspontot lehet képviselni. És hát ez nem egy egyszerű terep, az biztos az itt ülők is látják, meg érzik, hogy nem feltétlenül Európa összes országa ezen az állásponton van, mindig ezt úgy kell tenni, akik messzebb vannak, azoknak mindig egy picit talán más az álláspontjuk, de még ebben a helyzetben még ennél is bonyolultabb, de az biztos, hogy nekünk, magyaroknak a béke a legfontosabb, és ezért ki kell állnunk. És azért azt is el kell mondani, hogy ugye Magyarország a legnagyobb humanitárius segítségnyújtást indította el a háború kitörése óta. Itt Arcalon is tudom, hogy több családot befogadtak, polgármester úrral beszéltünk ebben az időszakban is, és tényleg példaértékű volt az itt élőknek is a segítségnyújtása ebben a nehéz időben, illetve hát azt gondolom az egész országban ez volt jellemző, a határon egyébként mai napig is példaértékű az a munka, amit végeznek. 1300 oktatási intézményben, óvodában fogadtunk be Ukrajnából érkezőket, nemzetiségre való tekintet nélkül. Tehát bárkit. Aki jött, mi befogadtuk az iskoláinkba, az óvodáinkba. És ugye azért azt is ki kell mondani, hogy ehhez képest pedig előfordulhat az, hogy szeptember 1-én 99 oktatási intézmény, magyar oktatási intézmény, magyar iskola zárhat be Kárpátalján. 99. Úgyhogy nekünk nagyon sok dolgunk van, és szerintem a történelemből tényleg megtanultuk, hogy helyettünk senki soha nem fogja elmondani, hogy mi jó nekünk magyaroknak.
Ez nem egy egyszerű feladat, a Jóisten egy elég, azt gondolom, hogy nagy kitartást igénylő feladatot szabott ránk, de szerintem ez fontos dolog, hogy nekünk mindenféle szempontból a határon túli magyaroknak is segíteni kell, és tényleg az, hogy a háborúban ne halljanak meg többen, mert egy emberi élet is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kár, és nekünk azért kell tenni, hogy ez ne folytatódjon tovább. A záró gondolatként csak annyit elmesélhetek, hogy az MCC kiemelkedő munkát végez Kárpátalján is. Tényleg hihetetlen, és szerencsére ellátogattak kárpátaljai fiatalok, szerintem nagyjából 2 héttel ezelőtt. Ezek a gyerekek ilyen felső tagozatosak, középiskolások voltak, 10 és 17 év közöttiek. És volt lehetősége, alkalmam arra, hogy beszélgessek velük. Nagyon, nagyon felemelő picit az embert a hideg is kirázta néha, hogy ezek a fiatalok, hogy meséltek arra, hogy élik meg a mindennapokban ezeket a riadókat, az, hogy nem volt olyan fiatal, akinek a környezetében ne lett volna valaki besorozva, és nem hallottak róla, nem tudják, mi van vele. Egyszerűen, és a fiatalok, ugye ezek sokan gyerekek is, és olyan őszinték, és olyan őszintén meséltek erről, hogy tényleg ott többször kipotyogott az embernek a könnye, és azt gondolom, hogy mi nagyon, nagyon hálásak lehetünk, hogy tényleg ez a magyar nemzet ennyire erős tud lenni, hogy ilyen fiatalok is ennyire pontosan tudják azt, hogy ők a szülőföldjüket akarnak tenni, nem csüggettek. Azt gondolom, hogy itt mi is tudtunk nekik olyan élményeket adni, olyan beszélgetéseket, amivel erősebbek tudnak odakint lenni. Úgyhogy a Kiskata zenekar a mai nap adott egy koncertet, és ugye Kata szokta mondani, hogy egy magyar sincs egyedül. Tényleg így van, szerintem ez nagyon fontos, hogy egy magyar se legyen egyedül, és a trianoni megemlékezés azt gondolom, hogy idén erről kell, hogy szóljon. Nekünk felelősségünk van a többi honfitársunk irányába, és szerintem tényleg a tarcaliak is, meg a környékbeliek példaértékű munkát, meg szeretetet árasztottak magukból eddig is, csak talán a mai nap ezeket még jobban végig kell az embernek gondolnia. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy tudjon így feltöltődni, az, hogy mi megtanultuk a leckét, tudjuk, hogy a történelem az miket eredményezett számunkra, ebből tudjunk erőt meríteni, és tényleg abba bízom, hogy ez a háború véget fog érni, és nekünk magyaroknak azt gondolom Ferenc pápával együtt tényleg ez a missziónk, hogy valahogy elérjük azt, hogy béketárgyalások legyenek, és azonnali tűzszünet, úgyhogy én mindenkinek ehhez kívánok nagyon-nagyon sok erőt, és azt, hogy tényleg a magyar nemzet nagyon makacs kitartással tudja ezt a misszióját véghez vinni, úgyhogy a mai napra pedig mindenkinek nagyon jó megemlékezést kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és hát mivel én családias körben vagyok, engedjék meg, hogy kis kulisszatitkot eláruljak. Mielőtt ezt elárulnám, szeretném bekonferálni azt a színésznőt, aki már eljött hozzánk. És tavaly ilyenkor Felvidékről a Péderi Kórus érkezett hozzánk, és egy nagyon felemelő hangulatú előadást tartottak, és ezzel kapcsolatban majd még lesz egy momentum. És tulajdonképpen ezek a trianoni megemlékezések nem is lehetnének már most egészek, ha nem tudnánk fogadni magunk közé olyan embert, olyan előadót, aki ezeket a gondolatokat, amit polgármester úr és miniszterhelyettes asszony is elmondott, hogy a külhoniak hogy élik meg a magyarságukat. Kövesdi Szabó Mária, kassai színésznő fog nekünk fantasztikusan verselni, és ő volt az egyik, aki a Kassai Tália Magyar Színházat alapította. Ezekkel az érzésekkel szólítom be majd őt ide hozzánk, és most jön a kulisszatitok, hogy a beszéd után azt mondta, hogy lehet ezek után megszólalni. Hát majd most kiderül.
szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot. Ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ, ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön, adjon az Isten fényeket. Temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. Hazám szorít és fáj, kisebbedik. Ó, nem csak határain át, érzem a végek rezzenéseit, hevét. Testemen érzem a hazát. Ilyen közel jött. Nemrég szabadon mozoghattam még tőle, mint apám házát, eszembe őt is csak bajom juttatta. Úgy volt csak, hogy várt reám. Mi feszítette most körém? Reket viharral nyomja hozzám a világ, a bőröm szinte, ki őt sérti meg, elevenembe, jogaimba vág. Szorongok bennes érte, így enyém, ahogy szorítják, hogy lélegzetet vehessek, vissza úgy szorítok én, válok részévé, hogy szabad legyek. Voltak, kiket a sors úgy megnövelt, hogy országot tudtak betölteni, hogy őket ölt, ki kést abba vert. Kezdem a hősök jaját érteni. Veszélyes kor. Fogadj be úgy hazám, hogy kezedet, ha védőn fölveted, érezzem, én is így mozdítanám, s dicsérjelek, mint jó reflexenek. Fogadj be úgy, ha még jó rakonok ifjú erőmmel, jobbat akarok, érezzem, mozdul, óriás tagod. Anyag, de benned lélek is vagyok.
ismét szólítanak, uram. Hitetlenül hívlak. Mélységből kiáltok. Feléd emelem orcámat, két szememet. Nézz, uram, én rám! Nézz a hitetlenre, aki megtagadott! S ha nem vagy, nézzen a hiányod! Nézze a veremmét, amelybe alá zuhantunk, amelybe alá vettettünk, ahol nem szaporítod-e népet, de hagyod elveszni a beszélni tanulókat, a dadogókat, a tétova nyelvűeket, hogy szégyenünkben orcánkat porba temetjük, sárba temetjük, sárral tömjük be szánk nyílását, fogunk közé követ ütünk, hogy nyögésünk ne lobbanjon fel hozzád, uram! És én most mégis szóra nyitom cserepes ajkamat, s összefogom öt felé hasadt testem fájdalmát, s feléd kiáltok, jöjj, segíts meg, hozd pajzsodat, s védj meg bennünket a csúfolók ellenében, mert megülték a földet, mint a sáskák a kövér mezőket megülik. És a vizek is megzavarodtak, eliszaposodtak, terméketlené lettek a csordák. Az asszonyok méhében nem nyitogatja virágait a jövő. Uram, ha nem vagy, is szólítalak, mert a mi szívünk már nem fordulhat más utak, más mezők felé, mert más utak és más mezők nincsenek is már mielőttünk. Sokféle népek közé keveredtünk, és nem újultuk meg bennük ezer esztendők során. Lassan felmozsolódunk, mint a homokkő keményebb kövekhez ütődve. Ezt lásd, és vedd számba, te, aki nem vagy, s akihez mégis szólok. Mert rajtad kívül nincs, akit hívjak. Segíts rajtuk, te senki, te nincs, te hiány, add a kezünket a magunk kezébe, hogy egymás melegétől felserkenjünk, hogy ne külön lépjünk a tétovaság árnyai alatt, de egy irányba mozduljunk föl, e medence mélyből arcunkat, minden népek arcával egy magasságba emelni.
Nem kell beszélni róla sohasem. De mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni. Nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezett. Jog és igazság, becsület, remény. Hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erőszerzet vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye, s velejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. Mert nem lehet feledni, nem, soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kékszalag, az Adriának gyöngyös párfadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy miénk volt nagy bánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma, napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, s holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha. A bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert ki tudná feledni, hogy Berecke útján jött-e hazába a honfoglaló nép, és ki tudná feledni, hogy erdélyi síkon nőtt a dicsőség nem múló útjára az ifjú és szabad Petőfi Sándor, ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság zászlaja nekünk. Ha őt fogod követni, ányban, gyászban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokolkapuin is, túljutsz és a földön megtalálod már a mennyet. Vagy tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany János ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyás ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját? És lehet feledni az aradi vérkert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy feltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járok! Ó, nézzetek egymás szemébe ma nyíltan, s őszintén, s a nagy, nagy sír felett ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel, és az igazság hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti. És elvisz a boldog föltámadása. Nem kell beszélni róla sohasem. De mindig, mindig gondoljunk rá. Én kérdezem, hogy hogy lehet ezek után megszólalni. Van itt nekünk talcsolni egy olyan csapatunk,
akik szintén megvallják magyarságukat minden egyes alkalommal, műsoron, előadásokon, a tartali hagyományozó népdalkör. Tudom, nem lesz most nekik sem könnyű megszólalni, de ameddig körüljönnek és felállnak ide a színpadra, addig vesznek egy nagy levegőt, és kérek egy bátorító tapsot nekik, mert három gyönyörű dallal készítünk. Thank you.
Oh.
szépen köszönöm, és talán furcsa is, hogy egy trianoni megemlékezés ilyen hangulattal záródjon, de nem. Mert nem csak a trianoni megemlékezés van, ahogy mondtuk is, hogy a nemzeti összetartozás, és ezekben a dalokban, ezekben az érzésekben együtt vagyunk, mint nemzet. Szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek, és a péntek délutánjukat ide áldozták, ide szánták, és további nagyon szép hétvégét kívánok ezekkel az érzésekkel. Menjenek tovább a mindennapjaikban. Szeretném megköszönni Kövesdi Szabó Máriának ezt a fantasztikus előadást. Szívesen fogadtam. Nagyon jó esett. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen. És hát ahogy polgármester úr is szokta mondani, hogy itt van a tarcali hagyományőrző népdalkör, talán már megszokottá válik, de én úgy gondolom, hogy nem lehet megszokott, mert mi minden egyes műsorra úgy készülünk, mintha az az egyetlen műsor lenne a világon. Úgyhogy... Igen? Akkor gyere, polgármester úr, mondd! Elnézést kérek, de azt bólintottam, hogy igen, egy pár szót szeretnék mondani. Kivételesen szeretném megköszönni művésznek, hogy elfogadta a Marika meghívását, és valóban igazat mondott, nem szoktam benne csalódni, mikor ő volt kiválaszt olyan szereplőket, akik eljönnek a rendezvényeinkre. Köszönjük ezt a szívből jövő, teljesen átélt előadást, amit hozott nekünk. Köszönöm képviselőasszony, miniszterhelyettes asszonynak ezeket a szép gondolatokat, amit mondott, a szomorú gondolatokat is, és úgy a lelkesítő gondolatait is. És köszönöm természetesen a tarcai hagyományozó népdalkör minden tagjának az, hogy most is, mint mindig, minden egyes rendezvényünkre az legyen nemzeti ünnepünk, legyen bármilyen előadás vagy tarcali rendezvényünk, mindig eljönnek és mindig az aktuális időpontra helyezett dalokat hozzák el ezekre az előadásokra. És itt megint elmondom azt, amit el szoktam mondani, nagyon kevesen vagyunk, nem tudják a tarc emberek, hogy mit vesztenek, akik nincsenek itt ezeken az előadásokon. Mi gazdagodtunk ez alatt, az egy óra alatt. Nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat megdobbant a szívünk. Mi erősödtünk ezáltal az egy óra alatt előadott versekkel, dalokkal, gondolatokkal. Szerintem ráférjen azokra az emberekre is, akik nem voltak itt, és csak sajnáljuk azokat az emberekre, akik nincsenek itt, hiszen szegényebbek ezzel az egy órával, ami nekik is szerintem nagyon hiányozna pedig az életükből. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, köszönöm minden előadónak megint, hogy így szerepeltek, és mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok. Azért egyetlen egy dolog, ami még a záráshoz jár és hozzátartozik. Trianoni megemlékezést nem szoktunk székely himnusz nélkül. Himnusszal kezdtünk, és himnusszal zárjuk ezt a gyönyörű emlékezetes programot. Yeah.
Jó, hogy nem vagyok.